Szupercsapat négy keréken. Most a Isten Camelotban, szép hölgyem. Nagyon szeretem, ha szép hölgyemnek hívsz. Tudom. Eljössz holnap a szülinapi bulimra? Persze, hogy el. Mit mondtál, hány éves leszel? 8. Én már 9 vagyok. Már legalább vagy 100-szor elmeséltem. De mindig egy kicsit másképpen mondtad. Tényleg? Én szeretem hallgatni. Na jó. Szóval, azt mondják, semmi sem történik az életben véletlenül. Arthur, most akkor meséled vagy nem meséled? Csak az elején akarom kezdeni. Tapos bele, Nick! Mindjárt ott vagyunk. Nick, a mélepény nincs meg, nem válik le! Tartsatok ki! Várni fognak minket! Megyei kórház itt a 29-es. 27 éves nő életveszélyes állapotban. Szülés megindult, szülészeti műtő és sebész álljon készenlétben. Köszönöm! Mi a helyzet hátul? Nagyon sok vért veszít! Te csak foglalkozz vele! Nyugodjon meg és tartson ki! Gyönyörű gyereke lesz! Kapaszkodjon mindenki! Lassabban, Nick! Túl gyorsan mész! Gyerünk már! Nick! Ezt nem tudom menni! Ezt hogy érti, főnök? Amit tegnap tett, vakmerőség volt. Vakmerőség? Nick, a fölösleges kockázat... Nekem ez a dolgom, főnök! Keresse más munkát. Nem védem meg, ha baj lesz. Ennyiért képes kirúgni? Maga... Hát ez elképesztő. Biztosan talál olyan állást, ami jobban megfelel a képességeinek. Hello, Nicky! Mit csinálsz te ébren ilyenkor? Még csak hajnali 11 óra. Nem voltál buliban az este? De úgy hallottam, hogy neked is nagy bulid volt. Nem is meséled, öregem. Az újságból kell megtudnom, mit csináltál. Tudod, hogy utálok olvasni? Ja, igen. Nem olyan nagy ügy. Nem nagy ügy? Megmentettél egy gyereket. Hős vagy, öregem. A gyerek anyja nem élte túl, Andy. Igen. Tudom. Elég vasz a kérdés lehet. De te megtetted, amit lehetett. Itt azt írják, hogy a gyerek élete perceken múlt. Ha nem érsz be vele, ő is meghal. Igen, túlmentem minden határon. Ezt hogy érted? Kirúgtak. Mi? Hogy kirúgtak? Túl sokat kockáztattam, és ez így is van. Ezt nem értem. Volt a mentőnek kaszkója, nem? Megmentetted a kölyköt. Ez fontosabb, mint egy szabálysértés. Andy, ha le akarsz szállni a felhők közül, ugorj egy nagyot. Az életben csak a szabályok fontosak. Ezt nem hiszem el, öregem. És most mi lesz? Nem tudom, ezen még nem gondolkoztam. Hé! Gyere hozzánk melózni! Tolinak mindig szüksége van jó sofőrökre. Ha jó sofőr kell neki, hogy állhat szóba veled? Figyelj! Mondhatod, hogy felelőtlen vagyok, meg éretlen, akármit. De ha azt mondod, nem tudok vezetni, megsértesz. Ne felejtsd el, hogy én fuvaroztalak haza, ahányszor csak megbuktál a vezetési vizsgán. Mert te voltál az idősebb, és 400 évvel korábban volt jogsid, mint nekem. Hányadszorra is mentél át? 6-7? Irigy vagy, mert hamarabb tudtam biciklizni, mint te. Nem igaz. De igaz? Nem igaz. De igaz, én voltam 4, te meg mennyi? 21, 22? Fogd be. De tényleg, tök király lenne. Nem 3 műszak, arra is ráérnél, hogy élvezd az életet. Hallod, Nicky? Nicky! Kérlek! Jól van, majd gondolkozom rajta, de addig is tedd magad hasznossá. Ezt fogd meg, menj át oda, és nyújj be oda alá. Igen, oda, és tarts el. Oké, megvan. Thank you.
Milyen gyönyörű napunk van ma is, Mr. Terrino. Igen, uram, nagyon szép az idő. 6 évvel később. Az én temetésemen is ilyen idő legyen. Az élő legendák nem szoktak meghalni, Mr. Sullivan. Kivéve, ha kezdenek gondjaik lenni a vizeléssel. A prostatájával lehet a baj, Mr. Sullivan. Jobb, ha keres egy jó urológust, és igyon kevesebb kávét. Mi van a fiúkkal? Andy megint késik. Nagyon úgy tűnik. Egyszer az öcsén fog a sírba vinni. Nyugi, Nick, engedje el a kezét, nem maga felelős érte. Az öccse tud magára vigyázni. Jó, tudom, de akkor is az öcsém. Most mit csinálja? Az anyját. Jó napot, Miss Summers. Jó napot. Niki. Hello, Kristen. Jól nézel ki. Köszönöm. Megint dupla műszakot vállaltál, mi? Igen, van az úr. Hello, Ralph. Hello, Ralph. Hello, Ralph. Hello. Ki ez a fickó? A neve Vladimir. Tud vezetni? Még beszélni nem kell minden. Valahonnan Oroszországból szereztük. Tony szerint eddig Lenin sírját őrizte. Lenon sírját? A francba! Hello, fiúk! Hello, Percy. Mit szeretnél, Percy? Állást nálunk. Jaj, ne! Hogy is ne? Én hírességeket szoktam fuvarozni. Hallott hírességeket. Aki híres, az híres. Oké? Lancelot Camelotnak vétel. Itt Camelot, mi van? Andy jelentkezett már? Nem. Ide még nem szólt be. Hé, maga! Nem látja, hogy éppen maga a sofőröm, vagy nem? Mr. Young? Igen. Van egy tolla? Hé, gyerünk már! Szia! Lekéstem maga miatt az anyám temetését. Nyugi már, ember, még nem ásták el. Mit pattog? Andy. Há, Vlagyi. Hello, fiúk, ez itt Vlagyi. Vlagyi a fiúk. Nem nézhetnél ki civilizáltabban? Civilizáltabban? Tegnap egy fickó a hamutartóba pisált. Limuzinsofőrök vagyunk. Olyanokat hurcolászunk, akiknek vastagabb a tárcájuk, mint a farkuk. Nem azon fog múlni a borra való, hogy van megkötve a nyakkendőm. Na ne. Vicceltem. Menj a francba. Bocsánat. Figyelj, estére kivennék egy fél szabad napot. Neked elment az eszed. Szombat van. Szombat van, minden sofőr dolgozik. Igen, tudom. De az új csajomnak ez az egyetlen szabad estéje a héten. Új csajod van? Tudod, Robin az a kis csücsöri, tudod? El ne mondd. Még nem meséltem róla? Nem emlékszem, nem. És ha emlékeznék is, nem mégy sehová. Nagyon sajnálom. A francba. Egyébként... Szarul nézel ki. Köszönöm, ez jól esett. De komolyan? Az életcsászár a hálózsákot tart a csomagtartójában? Egy rab is jobban néz ki. Nék!
6. hete alszom ezen a tetves kanapén. Éjjel-nappal én húzom az igát 24 órában. Még a 1 óra sem mehetek nyugodtan. Tudom, nincs váltótársad, sajnálom. Nem beszélve arról, hogy hol a túlóra pénz. Tudom, egy kicsit összejött minden. Neked is, nekünk is, de beszélek Tonyval. Megígéred? Én felmondok. Csak egy kicsit kibúcsanok, kilépek. Okay. Megígérem, hogy beszélek vele, megígérem. Ki ez a gyerek? Milyen gyerek? Hé! Venture Limousine. Szia, kis öreg. Szia! Hogy kerülsz te ide? Keresel valakit? Én Nick Terinót keresem. De én vagyok Nick Terino. A mentősofőr összetörte a kocsit, de megmentette a csecsemőt. Hogy van az anya? Sajnálom, még túl erős volt a vérzés, nem tettünk semmit, higgyél. Sajnálom. A nagymama tette el nekem. Te jó ég. Aha. Ha ez 6 éve volt, akkor te mennyi vagy most? 6. Nem vagy olyan okos, mint gondoltam. Megmondod, hogy hívnak? Arthur. Arthur, nagyon örvendek, Arthur. Mit keresel itt? Téged, mert hozzád szeretnék költözni. Én hozzám? Miért? Most kinél laksz? Apunál, de ő keveset van otthon. Nem hiszem, hogy hiányoznék neki. Ó, nem. Ez biztosan nem így van. De így van. Nem szeret valami nagyon. Attól félek, már is aggódik, érted? Mit szólsz hozzá? Most hazaviszlek, jó? Nem akarok hazamenni. Veled akarok maradni. Hát ez nagyon kedves. De inkább menjünk. Hé! Ez itt mi a csuda? Tudod, ha nem akarsz hazamenni, nincs más választásunk, mint hogy elviszlek fagyizni. Mit gondolsz? Eber. Oké. Okay. Tessék, itt van eredeti méretben. Ez fantasztikus! Oké, okay, de én vezetek. Ültél már ekkora limuzinban? Soha. És szeretnél? Persze, gyerünk! Jó. Dőljön hátra, uram! Élvezze a kényelmet! Én vagyok a sofőrje. Jó! Hűha, mennyi gomb! Hé, hey, Arthur! Jobb lenne, ha nem nyúlnál semmihez. Hú, ez nagyon király! Á, mekkora dinoszaurusz! Lassan sötétedik, kis öreg. Légy szíves, mondd meg, hogy hová vigyel. Jól van, Nick. Látod azt a nagy házat? Látom. Ez az! Gwen! Arthur! Hé, hogy kerülsz ide? Ó, szia! Nem jöhetsz el csak úgy egyedül otthonról. Tudom. Ő hozott ide? Ő itt, Nick. A mentős az újságból. Jó napot. Nagyon köszönöm, Mr. Terrino. Szólítson Nicknek. Oké, okay. Nick. Vagy jön Nikolásznak. Rendben. Nick, Nikolász. Nem tudtam, hogy mit csináljak, úgyhogy... A legjobb helyre hozta. Hetente 3-4 is ide jön hozzám. Van úgy, hogy komoly az ügy. De van, hogy csak beszélgetni akar. Egy ilyen klassz gyerek. Igen. Most mi lesz vele? Hogy őszinte legyek, nem tudom. Valószínűleg vissza kell adnunk az apjának. Hosszú és bonyolult folyamat elvenni a gyereket a szülőtől. Igen, azt gondolom, de valami nagymamáról is beszélt. Igen, a múlt héten meghalt. Arthur nagyon szerette. Azt hiszem, elsősorban emiatt jutott eszébe megkeresni magát. Már értem. Nem engedjük el a kezét, ne féljen. Én megteszek mindent, amit tehetek, följelentem az apát, ha szükséges. De ez minden.
amit tehetünk érte. Igen. Sajnálom. Értem. Nem tudom, hogyan segíthetnék, de ha bármi történik, nyugodtan hívjon fel, akár éjjel, akár nappal, bármikor. Jól van. Köszönöm. Én köszönöm. Jó legyél. Szia. Mi a pálya? Ó, megy a szekér, Niki, megy a szekér. Akkor jó, láttad már ma a főnököt? Ott van hátul, azt hiszem, vérfészik. Jó napot, főnök. Hello, Niki, hogy vagy? De jó, hogy itt vagy, mit szólnál egy kalaphoz? Mihez? Azt találtam, hogy egyen kalapot kaptam. Kalapot? Ja. Kalapot? Kalapot. Ha engem kérdezel, Tony, szerintem marha jó ötlet. Az én fejem hat és feles. Csak a sofőrökről beszélek, te zöld agyú. Minek neked bármi is erre a fejem? Főnök, ha már a ruházatról beszélünk. Tudjátok, honnan jutott az eszembe? Az éjjel azt álmodtam, hogy Krisztenen nincs semmi, csak kalap. Csak gondoljatok bele. Jobb lenne, ha a számlákkal foglalkoznál, nekem is tartozol. A következő az lesz, hogy beszéljen mindenki franciás akcentus. Na és, van valami baj a franciákkal? Jaj, hagyjuk, Tony. Oké, megértettem. Ellene szavaztok. Beszélni fogok a többiekkel is, ők biztos fogékonyabbak az előrevívő újításaimra. Figyeled ezt? Én felmondok. Meg fogok itt zakkanni, az franco. Oké. Hát ez meg mi? Valami Prestige Melo jött be valami régi iskolatársától. Tudod, hogy imádja a Prestige Melókat? Oh, a francba. Na mondjátok, hogy mit szóltok a kalapokhoz, mert akkor még ma meg kell vennem a 18-at. Rögtön szólunk. Jól van, figyelem. 5 kocsiból álló konvojt rendeltek jövő péntekre. Konvojba? Utálom a konvoj melót. Hosszú nap, rövid pénz. Ki rendelte? Az alelnök. Az alelnök? Igen. Én nem megyek. Én nem őrá szavaztam. Az alelnökre nem szavazunk, te géniusz. Ezt mondtam. Megyünk, Krisztán? Dolgom van, fiúk. Megmosatom a főnök labdáit. Hé, az enyémeket nem viszed el? Csak szeretnéd. Na? Oké. Köszönöm, Ralph. De Nick, egy alelnöknek nem telik saját konvojra? Állítólag jobban szereti a helyi sofőröket, de az autókat ők adják majd alánk. Vlagyi, vállalod? Vállalok. Köszönöm. Megtiszteltetés lesz. Jól van, fiúk. Köszönöm. Ugye leellenőriz a titkos szolgálat? Lehet. Miért? Én nem fogok megfelelni. Borítékolom. Hát ez remek. Akkor te nem jössz. Én meg feladom és beugrok egy metró elé. Köszönöm. Tessék, fiúk! Las Vegas jégkrém. Srácok, Vegas. Azt kértem. Te el tud vinni Las Vegasba? Jó ötlet. Ez az. Gyerünk. Gelehet Camelotnak, vétel. Oh. Camelot, mi van, Andy? Az ügyfeleim Vegasba szándékoznak menni. Tényleg? Jó hangzik, mi a pálya? Gyerünk, nagyfiú, el. A galaxis legtutibb legény búcsújának látszik. Jól ki vannak tömve. Hajrá, öreg. Észnél légy. Mi van, otthon gyakoroltál? Persze, egész nap. Na, ez már veszély. Gyerünk, nem vagytok nyuszik, ugye? És ki a szád? Egész jó lövés. Gegenet Camelotnak. Ott vagy, Camelot? Itt vagyok, mi a gáz? A fickó már 2 órája bent van. És? Azt mondta, 5 perc múlva itt lesz. Lehúztad a kártyáját? Fizetett, Ralph? Téged megint átvertek, Ralphie, megint átvertek. Gyere vissza Camelotba, kis szívem. Mi legyen a kutyával? Milyen kutyával? A vakvezető kutyával, amit itt hagyott. Szerintem szomjas. Azt mondod, vak volt az őrge? Nem tudom. Most mit csináljak? Itasd meg a kutyát és szállj le rólam.
mi van, ha megharap? Szia, Ralph! Kemelod gelehednek. Hey, Andy, vedd föl, nem hiszed el, mit csinált Ralph, Andy? Juhu! Most mozgó célpontra. Ah, yes, haz! Na, ne izélj, szerzünk vizecskét. Jó kutya! Hello. Szia, Nick. Megkaptam az üzenetet. Köszönöm. Hogy vagy? Úgy látom, rátok férne egy kis kikapcsolódás. Elmenjünk valahová? A hoki? Jó lesz? Ha? Mehetünk. Jégpálya a belvárosban? Nem is tudtam. Ide járok kiszellőztetni a fejemet. Hé, hey, ha-hó! Valaki kapjon el! Ha-hó! Ide nézzen mindenki! Óvatosan, Arthur. Nagyon ügyes. Köszönöm. Ő se rossz. Magán nem először van korcsolya. Az iskolában hokikapus voltam. Komolyan? Igen, 2 évig. Nem rossz. Elkaptam. Minden rendben? Igen, köszönöm. Arthur! Segítség! Ó, Arthur, csak nem csúszik. Jól vagy. Nagyon jól csinálod, Ál. Bizony. Nem fáradtál el? Tudod mit? Játszol velem egy meccset, egy kapura. Benne vagyok. Hát, ezt elvesztettük. Mert beengedted azt a gólt. Nem olyan könnyű, ha nem tudnád. De pont középre ment. Meg is fogtam volna, ha az a félszemű fickó nem jött volna nekem. Megfogtad, aztán beengedted. Be. Jól meg is ütöttem a könyökömet. Köszönöm az együttérzést. Jó, hát hogy nem jött a senki a suliból. Így is folyton piszkálnak. Ezt még sokáig hallgathatja tőle, ugye tudja? Mindent köszönök, Nick. Ugyan már. Ma este magánál alszik? Igen. Holnap elkezdem intézni az ügyét. Nagyon élvezte a mai napot. És én is. És én is. Az jó. Hát akkor... Ben, gyere! Elfáradtam. Gyere és fektess le. Jövök. Viszlát. Viszlát. Igen. Nagyon köszönjük. Viszlát. Á, fiúk! Kezet fogtok nekem csókolni. Most telefonált egy mókus. Egy kocsit rendelt, és 2 sofőrt kér hozzá. És figyeljetek! Azt mondta, hogy fizet nekik 2 lepedőt fejenként. Az enyém! Hé! Hey! Oké. Okay. Hova kell vinni? Azt nem mondta, csak egy nevet hagyott, Philodendron. És még annyit kér, a sofőr ügyeljen ne, hogy kövessék a kocsit. Megint egy flúgos. Nem, öregem, csak előrelátó. Benne vagy? Nem, köszönöm, én mára végeztem. Kriszen, kérlek. Randim van. Vlagyi? Nem ér rá. Paul? Ralph! Nem már, fiúk! Tök buli lesz! Oké, elmegyek. De csak azért, hogy rajtad tartsam a szemem. Köszönöm! Jól van már, nyugi. Ide figyelj, elvállaltam veled ezt a melót, de most már ne csesszük el. Már is késésben vagyunk, úgyhogy gyerünk. Kérem a kulcsot. Miért pont te? Miért nem én? Mert te szarul, vezetsz azért. Ne tapogss a lelkembe! Miért kell szöges bakancsal belegázolni a lelki világomba? Biztos, hogy jó címre jöttünk? Persze, hogy biztos. Te jószagú édesanyám, ez biztos a tulaj. Ja, de legalábbis a fűnyíró, ha Philodendronnak hívják. Vedd elő a táblát, írjuk föl a nevét. A táblát? A táblát.
Megfogtuk az Isten lábát! Jól van, nyugi, nyugi. Viselkedj úgy, mint egy profi. Hol ez az ürge? És lássuk, hogy ki lép a pályára. Nick Terino. Hol a francban van ez a bókus? Kisétál, mint egy profi. Mr. Philodendron! Aztán lazán megfordul. Niki, ezt nézd meg, Mr. Philodendron! Itt egy lélek sincs, öregem. Itt bizony nincs. Átvertek minket. Gyere, menjünk. Már azt hittem, sose érnek ide. Mr. Philodendron? Andrew vagyok, Venture Limousine. Uram? Szevasz, Andy! Szólítsatok Bernie-re, jó? Oké, Bernie. Ő Nick Terino a pilóta. Két sofőrt kért, ugye? Ó, igen, tökéletes a ragyogó. És melyikőtöknél van a fegyver? Ezt hogy érti, uram? Gondolom, egyikőtök be van drótozva, a másik meg lő, ha kell, így nincs kavarodás. Fogalmam sincs, hogy miről beszél, uram, de tudnia kell, hogy nincs nálunk fegyver. Ó, értem, mind a ketten be vagytok drótozva, nehogy egyetlen szó is elszálljon. Nagyon okos, nagyon okos. Csak szóljatok, a hangosabban beszéljek, oké? Okay? Mikrofon próbál, 1, 2, 3. Andy, követett valaki? Nem, uram. Na, húzzunk innen. Oké, okay, Andy, gyerünk, telik az idő, gyerünk, Andy. Hová, uram? A reptérre. Azonnal vigyetek a reptérre. Nem, a pályaudvarra. Vagy a buszállomásra. El kell döntenie, Bernie. Csak haladjunk. Tűnjünk el innen. Csak előre. Gondolkoznom kell. A francba. A rohadt életbe követnek. Kik követnek? Ők. Nem ráztam le őket. Nyugodjon meg, Bernie. Tudjuk, hogy kell elbánni a paparazzikkal. Ezek nem fényképezni akarnak. Camelot jelentkez, Lancelot és Galahad jelentkezik. Terry, van egy kis problémánk. Segítséget kérünk. 5-ös kód. Egy sötétkék furgon van a nyomunkban. Szólj a lovagoknak, hogy csatába megyünk. Vettem, Lancelot. Mindjárt elintézzük. Itt Camelot. Minden sofőrnek a belváros környékén. Szabad kocsik a belvárosban. Itt Camelot, jelentkezzetek. Vesznek, Camelot? Igen, hallok. Ide nézzetek, egy igazi limó, mint a filmsztároknak. Ó, ti itt vagytok, rossz kocsiban szállni ki. Gyerekek, menni ki, szállni ki, menni el. Hé, öreg, gyerünk, Malibuba. Oké, csoké. Veszed le a lábadat onnan. Ha elkapnak, kinyílnak. Le kell ráznunk őket. Nagyon-nagyon rossz fiúk. Nyugodjon meg, uram, megoldjuk a helyzetet. Hova rohan? Meg akar ölni, vagy mi? Jé, Malibu, nem erre van, haver. Ez tetszik? Andy, ez legyen nálad, ha velem történne valami. Andy, csak biztonságos helyen nyisd ki. Megbízhatok benned? Hát persze. Hé, lassítson már! Hová megyünk? Disneylandbe. Mickey egér várja téged.
az útból! Lancelot Camelotnak köszönjük a táncot. Bármikor. Inkább nem. Hé! Hey! Tetőkém! Mire hármat számolok, elhúzod a beled, vagy megnézheted magad? Hármat? Hármat. Úristen! Ez a tiéd sapka. Kifelé! Szállj ki a kocsiból, lassan! Bocsánatot kívánok. Nem akartam. Gyerünk. Sajnálok a barátodat. Mit mondasz? Beverte feje az ajtóba. Mi van? Sajnálom. Nem jönni? Nem, köszi. Elviszlek Malibu. Na zdarovje. Hová megyünk, uram? Fiúk, nem vagytok kíváncsiak, mi ez az egész? A Venture limuzinnál nem kérdezünk, csak vezetünk. Ti aztán remek fickók vagytok. Igen. Hová menjünk? Nem tudom. Nyugatnak. Nyugatra a csendes óceán van, Bernie. Ez egy limuzin, nem hadihajó. Akkor menjünk... keletre. Rendben. Én megmondtam. Venture, limuzin parancsolja. Hé, mosolygógyilkos, mi a helyzet? Á, Nick, már épp ideje. Hol a túróban vagytok? Úgy 50 mérföldre északra a 66-ostól. Arizonában? A sivatag közepén, baby, a sivatag közepén. Nick, figyelj. Azok a fickók tele voltak fegyverrel. Lehet, hogy zsaruk? Vladi egy időre elvette a kedvüket tőletek, de azért vigyázzatok magatokra. Rendben, értettük. Ó, és még valami. Az alelnök embere délután tart eligazítást, és egy sofőrrel kevesebb van. Miért? Ki hiányzik? Te, Nick. A francba. Mit csináljak szerinted? Hello, fiúk! Na? Itt vagyok! Merci. Ó, oh, mi van? Ja? Aha, maga. Jó, már le is ülök. Le is ülök. Oké. Okay. Jól van. Folytassa, csak folytassa. Hello. Jól van. Ha mindenki megérkezett, el is kezdenénk. Mindannyiuknak előre is köszönöm, hogy részt vesznek az alelnöki látogatás biztonságossá tételében. Hat ezer, Niki! Fejenként 150 bártáncos nő. Plusz, ami még a borítékban lehet. Na, mit mondtam, Niki? Egy aranybánya. Egy megbudjant aranybánya. Te mihez kezdesz a részeddel? Rendbe hozatom a kocsit, hogy holnap is legyen állásunk. Mindig jobb ember voltál, mint én. Mindig jobb ember voltál. Szembe fúj a szél. Az jó. Mert... ha szembe fúj, nem kapnak szagot. Remek. Azért jobb lesz, ha felöltözik. Nincs büdösebb, mint az izzadság a bőrülésem. Engedj el magát, Nick. Az ősemberek korában szagjelzéssel kommunikáltunk. A természetben a szagok is természetesek, Nick. Élvezzük hát.
És most merre tovább? Mindegy, csak előre. Limuzin konvojban haladni nagy megtiszteltetés, és emlékezetes tapasztalat lesz mindannyiuk számára. Két nap múlva önök a Fehérház nagyköveteivé lépnek elő. Professzionizmus, presztízs. Venture Limuzin, parancsoljon. Halló? Halló? Halló, van ott valaki? Professzionizmus, presztízs, csapatmunka, lojalitás, józanész. Mind szerepet játszanak. És ne feledjék, fontos és bizalmas információk birtokosai lesznek. Elvárjuk, hogy ezt kezelni tudják. A tasmán ördögöt utánozza. Nem... Nem hagyná abba az a zajongást? Nem. A többi kocsiban fegyveres őrök ülnek majd. És itt jönnek önök. Ötök közül négyen ezt a fegyveres kíséretet fogják szállítani. Ám hogy ki lesz az a négy, csupán 10 perccel az indulás előtt derül majd ki. Győződjenek meg róla, hogy mind a telefon, mind a jármű kommunikációs berendezése működik. A piros egy szín. Én azt kérdeztem, miből van? Milyen az íze? Uraim, ott hátul, rám figyelnek? Aha. Bocsi, folytassa. Azonban van egy bizonyos minimális esély, hogy valamelyikük éppen a védett személy, vagyis az alelnök sofőrje lesz. Hűha! Ah, majd én szeretném. Adj egy kortyot, ezt érted? Add már ide! Meggyes! Jól van, az lesz a legjobb, ha elintézzük. Oké. Hey, miért állunk meg? Te takarítasz ki. Mi? Miért nem megyünk tovább? Ekkora zajban nem tudok vezetni. Maga rám lőtt? Legyen szíves, viselkedjen, ha kérhetem. Arthur? Te mit keresel itt? Hogy ő? Egész idő alatt itt volt. Jól el voltunk, ugye, kölyök? Vladimir, ugye? Yes. Ralph Walter. Jelen. Van hivatalos munkavállalási engedélye? Yes. Nem volt az ön apja? Aha. Ült valaha börtönben a Szovjetunióban? Yes. Hogy jut eszébe valakinek, hogy sofőri állást vállaljon? Nem tudom. Már nem emlékszem rá. Mondja, érti egyáltalán a kérdést? Yes. Mondja, mi elől menekül? Hm? Követett el valaha öngyilkosságot? Yes. Én nem menekülök semmi elől. Itt ülök a széken. Egy alkalomnál többször? Yes. Nem szó szerint értettem. Fel vagyok véve. Kész, következett. Nick, hozza vissza azonnal. Ugyan már, a faterja tesz arra, hogy hol a kölyke. Most azonnal forduljon meg, és hozza vissza ide. Csupa kék-zöld volt az egész gyerek. Megértem, hogy dühös, de próbáljon megnyugodni, rendben? Esküszöm, ha a kezem közé kapom, akkor... Ígérje meg, hogy estére visszahozza. Ígérje meg! Megpróbálom, de nem ígérem meg. Majd kitalálok valamit. Hallottál már a sivatagi teknősről? Nagyon ritka. Legalább ekkora. Egy sivatagi emlős? Teknős, te agyalágyult. Mit gondolsz? Nem kéne keresnünk egyet? De! Jó. Figyelj csak, kisapám! Mi felteszünk néhány kérdést. Te megválaszolsz rájuk. Eddig érted?
Két sofőrötöket keressük. Hé! Kisapám! Hallod, amit mondok? Szerintem ez az űrge vak. Na és ha vak? Nem írásban tettem fel a kérdést. De mi van, ha süket is? Akkor majd nem hallja a nagy bummot, amitől lerepül a feje. Képes lennél megölni egy süket és vak ember? Ha úgy hozza a helyzet, igen. Képesztő, hogy képes lennél megölni egy nyomorékot. Nem süket ez. Fülhallgató van a fülében. Jó, de ha nem lát, akkor nincs tisztában a pillanatnyi szituációval, nem gondolod? Hé, vakondkám! Itt van a kezemben egy pisztoly, és rád mutat a csöve. Ha nem meséled el, hol a két fickó, mire hármat számolok, egy golyó ki fog repülni innen, és szép ügyesen berepül a fejedbe. Bólincs, hogyha megértetted. Meg vagy elégedve? Ja, oké. Egy. Kettő. Hé, Terry, Terry, Terry! Nézd csak meg ezeket, segíts nekem! Nem, ez az orrodra fog esni. Ez lesz Vladimiré. Jó napot! Magának elég nagy feje van. Nem próbálna ezt föl? Maga szerint? Szerintem kicsi rá. Igen, egyen nagyobb kéne. Marha nagy feje van. Na, nézze meg ezt. Ha, ez már egy kicsit jobb. Igen, ez már jobb. Igen, ez már jobb. Igen. Nem golfoznak? Te Terry, Andy meg Nick visszajött már? Ja, persze. A sivatagba mentek, már emlékszem. Remélem, péntekre visszajönnek. Na, ezt is meg akarom mutatni. Ezt én csináltam a saját két kis kezemmel. Ha az Egyesült Államok alelnökének megfelel, akkor nektek is jó lesz. Igazam van? Hova lettek? Hova lettek? Na, ugyan, légy már férfi. Nick, az első ülésen utast szállítani súlyos szabálytalanság. Jaj, Andy, ezt épp te mondod. Arthur, ne hallgass rá, csak maradj szépen ott. Ahogy a vendég kívánja. Hey! Bernie, add vissza neki. Hey, Bernie, ezt miért csináltad? Add vissza a telefont, Bernie. Nem beszélhetünk senkivel. Add vissza, hallod? Hajrá, jöjjök, mák pofán! Hagyd neki, Arthur, megértem. Hagyd abba a szemétkedés, Bernie! Vegyétek föl, fiúk! Itt Camelot, kérlek, vegyétek már föl! Add ide! Nem adom! Nem fogom adatni, nem érted? Nem adom! Nem. Add ide, Bernie! Azonnal add ide! Nem adom! Add ide! Add ide! Bernie! Bernie! Ó, hogy ez a... Ó, becsíteni! Arthur, nincs semmi bajod? Hogy az ördögbe? Bernie! Bernie! Arthur, gyere ide! Bernie, állj! Bernie, azonnal állj meg! Én félek! Kapaszkodj! Hé! Ó, Bernie, állj meg azonnal! Állj meg, te személy! Nem hallod, állj meg! Bernie! Bernie! Nem tudod, mit csinálsz, Bernie! Ez őrültség! Bernie, nem vagy normális! Felborulunk! Nincs semmi baj? Minden oké? Szedd össze magad, Andy, és vigyázz a gyerekre! Bernie, hagyd abba! Maradj itt! Remélem, most boldog vagy, te eszement barom. És te is! Én? Igen, te! Fogalmam sincs, hogy beszéltél rá erre. Hé, te jelentkeztél? De tudod miért?
Azért, mert nem volt választásom. Lehet, hogy még nem vetted észre, de senki sem akar veled dolgozni. Vajon miért? Miért csináltad ezt, Bernie? Mert nem normális. Nem. Teljesen be van csavarodva. Nem vagyok. Az a feladatom, hogy megvédjem az alelnököt. Komolyan beszélek. El akarják rabolni. Kit? Az alelnököt. Itt van a borítékban. Nick, ebben nem a borra való van. Hé, hey, ide figyúzz! Hadd nézzem. Ez a titkos szolgálat. Jól van, Bernie. Vald be. Gyerünk, az igazat. Pénteken Los Angelesbe jön az alelnök, hogy találkozzon a Világkereskedelmi Szövetség vezetőivel. Ezt tudjátok. De ez csak protokoll esemény. Rég tudja mindenki, hogy az alelnök szeretné, ha az Egyesült Államok is belépne a szövetségbe. Jövő héten a kongresszusban le is fogja adni a döntő szavazatot. Csak hogy egy csomó erős embernek az az érdeke, hogy nemmel szavazzon. Mi a bánatos fenéről beszélsz? Vissza! Arról van szó, hogy összeesküvés készül. Elrabolják az alelnököt és kimossák az agyát, hogy a jövő héten a csatlakozás ellen szavazzon. Muszáj nekem ezt hallgatnom! Itt van a papíron! Fehéren feketén! Hogy jutottál ehhez, Burns? Egy besugomtól kaptam. Én a titkosszolgálat ügynöke vagyok. Titkos ügynök vagy? Az voltam 10 évig, de nem. Múlt hónapban kirúgtak. Miért rúgtak ki? Az volt a dolgom, hogy megállapítsam, melyik fenyegetés jelent valódi veszélyt. De amit komolyan vettem, kiderült, hogy telefonbetyár volt, úgyhogy túlbuzgónak minősítettek. Oh. Túlbuzgó. Az elrablásról szóló füles sajnos azután kaptam, hogy kirúgtak, úgyhogy a volt főnökeim nem vesznek komolyan. Az alelnök mindig is elismerte a munkámat, de így már nem tudok a közelébe férkőzni. Bernie, elég a mese délutánból. Állj le! Azt hiszed, bolond vagyok, ugye? Nem hiszem, hogy bolond vagy. Tudom, hogy bolond vagy. A ti embereitek is ott lesznek az alelnöki konvojban. Azt találtam ki, hogy nálatok hagyom a borítékot, aztán meglépek, mert amióta nálam van, már többen az életemre törtek. Ez holnap után lesz, ha jól emlékszem. Igen. Meg kell mentenünk az alelnököt. Igen. Szerezzünk egy kocsit, vissza kell jutnunk a városba. Igen. Igen, persze, remek ötlet. És téged is vissza kell vinnünk. Hát, a legjobb lenne megkeresni az autópályát. Majd csak felvesz valaki. Elnézést, de legalább sok mérföldre vagyunk. Ez az első értelmes megállapítás, amit ma hallottam tőled. Jól van, igazad van, mindjárt sötétedik. Arthurral a kocsiban alszunk. És holnap reggel, amint világos lesz, elindulunk. Mi lesz velem meg Bernivel? Az a tervem, hogy álmotokban megfojtalak. Igen. Jöhet. Hello, Mario. Hello, zöldfülű. Mit adsz féláron? Egy jó tanács, így áll. De mit ajánlasz? Szőrös bölényt. Szőrös bölény? Az jó. Igen, szőrös bölény. Hogy készül? Beleöntök egy csomó mindent egy vödörbe, és megkeverem a lábammal. Basztolok. Jól hangzik, 5-öt kérünk. Hozom. Tudtátok, hogy Marilyn Monroe-nak 6 ujja volt? Mi? Összesen. Hé, itt nem lehet dohányozni, haver, olcsd el! Nem lehet? Ez van kocsma? Igen, kocsma, de ez itt Kalifornia. Itt nem lehet füstölni a pultnál. És iszni lehet pultnál? Igen, iszni azt lehet, de dohányozni nem lehet. Jó. 2 deci vodka. Stalicznaja. Sajnálom, Gorbacsovkám, az nincs, igyál viszkit. Én nem vagyok Gorbacsov, de grázni, Amerikát! Gyere!
gyertek ti is! Nem rossz! Gyönyörű az éjszaka. Éjanyánk bársony függönye a sivatag felett. A végtelen fekete ég. És a mindenség összes csillaga. Utopisztikus. Fogd már be, nem hallom a tücsköket, seggfej. Bocs, Artur. Bár itt lennek benne. Jó lenne. El fogom venni feleségül. Komolyan? Aha. Nem gondolod, hogy egy kicsit öreg hozzád? Nem, anyu 4 évvel volt idősebb apunál. Az anyukád nagyon szép volt, tudod? Igen. Nagymamánál sokszor nézegettem a fényképeit. Olyan jó lett volna, ha megismerhetem. De nagymama szerint az élet nem mindig olyan, amilyennek szeretnénk, de azért kiforogja magát. A nagymamád nagyon okos asszony lehetett. Igen. Igen. Nem fázol? Nem. Nekem is adnál egy olyan kis párnát. Utálok ennyit vezetni. Mikor akarunk cserélni végre? Ha megtanulsz térképet olvasni, oda néz. Olyan, mint egy limuzin ajtó. Á, azt mondod? Hé, mit csinálsz? Lehúzom az úttestről. Minek? Valaki nem veszi észre és ráhajt, és kész a baleset. Például ki? Egy vak sofőr. Akkor sem maradhat az út közepén. Á, hogy nyissuk ki, be van zárva? Hát nyújj be az ablakon is. Háj, de vicces, hülyét csinálsz belőlem. Na látod, ezért vezetsz te. Merre van az út? Arra. Ez biztos? Egészen biztos. Hé, kis öreg, indulhatunk kirándulni? Aha. Gyerünk. Látsz valamit föntről? Semmit. Rég oda kellett volna már érnünk. Nyugi, levágtunk egy kanyart. Ha jól emlékszem, idefelé eljöttünk egy motel mellett. Tartsd nyitva a szemed, felderítő. Azt hiszem, látok valamit. Merre? Arra. Jó van. Micsoda hely? Itt egy árva lélek sincs, Nick. Nyugi, Andy, ne húzd fel magad, oké? Okay? Nyík, itt a macska szemét! Hey. Rohadék! Hey. Nyík, hey. Várjál! Szezonon kívül zárva. Ügyes. Már is utálom. Nyissunk ablakot. Jó régen zárva lehet már. Rettentően büdös telefon, állj! Nincs vonal. Nekem pisilni kell. Menjek veled segíteni? Nem kell, 7 éves vagyok. Nekem azt mondtad, hogy 6. Tegnap volt a szülinapom. Hűha. Hát akkor, ha visszaérünk a városba, csapunk egy nagy bulit. Az jó lesz. Mehetek pisilni? Ó, persze. Gyere. Megyek, körülnézek. –
Ezt a medencét valaki takarítja. Bármit megadnék most egy kocsiért. Ezt hogy csináltad? Ebben víz kell, az bizony. Ja, tényleg, de hülye vagyok. Ezzel mélyen egyetértek. Hello, fiúk, mi a helyzet? Hogy lehet az, hogy Sripio nem emlékezett arra, hogy Darth Vader készítette? Sripio egy robot, törölték a memóriát. Jól van, és Owen bácsi miért nem ismerte föl, mikor megvette a dzsamáktól? Oh, mi van? Kavics ment a cipőmbe. Marom. Ezt nem ússzák meg, ugye tudják? Pofa be! A mi embereink profik. Ha bármi gyanúsat tapasztalnak, eszükben sem lesz kiengedni az alelnököt a kocsiból. Ezért fogjuk helikopterrel fölemelni a kocsival együtt. Fogd már be! Gyerünk, emberek, ne vánszorogjunk! Miért tovább megyünk? Arról volt szó, hogy csak sétálunk. Na, hé! Láttad ezt? Akkora volt, hogy pilóta ült benne. Ja, egy mini helikopter. Nagyon sajnálom, fiúk. Semmi baj, Bernie, nem a te hibád. Itt jó lesz, állj! Állj! Mi van, mindenki süket, he? Oké. Bernie, térdelj le. Szia, Bernie. Vigyázz magadra. Oké, lőhetsz. Egy pillanat. Oké. Ne. Inkább azzal, ami a kocsiban volt. Aha. Okos vagy. Aha. Mi a franc ez? Elment az eszed? Itt az enyém. Na még egyszer. Én ezt nem bírom! Nem bírom! Állj! Kezeket fel! Egy! Kezeket fel! Gyerünk! Le a földre! Nem! Le a földre! Mi? Le a földre! Feküdj már le! Na! Jól van. Kaptok egy legutolsó esélyt. Ki a megbízó? Végre van térerő, és nem veszi fel. Terry nem veszi fel. Valami baja lehet, még WC-re is telefonnal megy. Most már hisztek nekem? Nem tudjuk, soha nem láttuk. Hé, így nem megyünk semmire. Vissza kell jutnunk. 48 órán belül ide küldünk valakit magukért. Addig ne halljanak éhen. Gyerünk! Ez meg hogy került ide? Fiúk, nézzétek, mit találtam! Arthur! Uram, atyám. Az az ön kocsia, hölgyem. Nem vinne be bennünket a városba? Hálás köszönet. Hihetetlen, egy Excalibur. Hehehe.
pofont adott, a fene essen bele, rohadt életben, nem hiszem, nem igaz, nem igaz. Imádlak, te kölyök! Ügyes kölyök. Mi van? Az az én gatyám. Igen. És? Hát... Megijedtél, ugye? Ne haragudj, hogy ott hagytunk egyedül, de tudod, bármi történhetett volna. Tudom, Nick, semmi baj. Tudtam, hogy visszajöttök, értem. Láttátok, mekkora dudái voltak? Koncentráljunk a feladatra, életek forognak veszélyben. Segíteni akarok. Tudom, hogy szeretnél. De most azzal segítesz a legtöbbet, ha itt maradsz Gwennel, jó? Ígérje meg, hogy nem értesíti az apját, amíg vissza nem jövök. Vigyázzon magára. Jó? Vigyázok. Hello, maga kicsoda, és mit csinál itt? Linda vagyok. Ah, hello, Linda. Jól van, gyere ide. Ülsz. Maradj itt. Linda. Ez az első munkanapom. Hol van Terry? Palm Springsben, azt hiszem. Palm Springsben? Igen, egy perc alatt elhúzott. Csak a telefonját hagyta itt. Az meg egész nap csörgött, mint a bolond. Az én voltam, és magának az a dolga, hogy fölvegye. Ja. Hány kocsi van ma szolgálatban? Nem tudja? Egy se. Mindenkit elvitt a titkos szolgálat valami titkos helyre. Hogy senkivel ne léphessenek kapcsolatba, amíg el nem indul az alelnöki konvoj. Nem hagynád abba? Gyere már, Kristen! Zárd el azt a csapot, te jössz! Fiúk! Nem tudok zuhanyozni, elpancsoltátok az összes meleg vizet. Örszének köszön meg. Oké, tényleg én voltam, na és? Azért, mert szeretem a vizet, már is egy szemét állat vagyok. Egy, kettő, három, négy, öt. Hat. Miért? Mert négy meg kettő az hat. Hatot dobtál, úgyhogy lép még egyet. Egy, kettő, négy, öt, hat. Úgy. Jössz 50 dolcsival, gyerünk, fizes. Ha nem lennénk barátok, azt kellene hinnem, hogy Charles. Charles, te elejétől. Megegyeztünk, hogy én leszek a bankos, vagy nem egyeztünk meg, ugye, hogy megegyeztünk? De miután fél órát hisztisztél, hogy te lehess. Miért nem veszed meg? Nagyon jó jársz vele. Nem. Miért nem? Mert nem szeretlek. Azt mondd meg, mi köze az egyiknek a másikhoz? Ez nem szerelem, ez üzlet. Nem csodálom, hogy annyi bajotok van a piacgazdasággal. Ezt vonod vissza. Na. Valaki csináljon már valamit, különben sose lesz vége a játéknak. Na jól van. Vladimir, odaadom az Idaho-i bevásárlóközpontot a Bostoni Sport Arénádért. Nehogy odaad neki. Ne add neki, nem érted? Okay. Ne add neki, mert az övé lesz az összes sportpálya, és azt nem hagyhatod, ráadásul. Mi az esélye, hogy valaki pont az Idaho-i bevásárlóközpontban áll? Igen, nagyon jó. Igen, vásárolni jó, de csak akkor, ha az összes a tiéd. De ezen kívül egy sincs, látod? Csak Kristennek van. Nekem? Igen, ott van nálam. Na, jó, legyik neked adom. Nem adhatod miért neki. Nem? Mert azt nem lehet, tedd vissza, ezt nem lehet csinálni. Nyugi, semmi értelme, tedd már. Játszunk vetkőzős pókert. Oké. Tessék itt, Nick. Gwen vagyok. Reggel, mire fölébredtem, eltűnt. Segítsen megkeresni. Gwen, jó, csak nyugodjon meg. 20 perc múlva ott vagyok. Oké. Okay. Menjetek nélkülem. Ezt nem teheted. De muszáj. És mi lesz az alelnökkel? Majd elintézem. Ne, én! Hát mikor bízszál rám egy gombostűt is? Ez nem fog menni. Dehogy nem. Megcsinálod. Lehet, hogy nem hiszed, de én az életemet is rád merném bízni. És mi a dolgom? Nem tudom. De biztos, hogy majd kitalálsz valamit. Csak egyre vigyázz, ne cseszd el. Állj odébb.
Nos, hogy fogunk hozzá? Los Angeles déli részén a repülőtértől a belvárosig a szokottnál is nagyobb a káosz, mert hogy az elnök látogatása miatt a fővárost lezárták. Mi a helyzet? Tudok egy-két helyet, ahol felbukkanhat. Nem csak útlezárások, hanem biztonsági ellenőrzések is lassítják a közlekedést. A rendőrök átkutatják az autókat. Búbos banka 4 az őr helyén. Búbos banka 5, minden tiszta. Búbos banka 6, jelentkezz! Ja, igen, itt vagyok, Búbos banka 6. Búbos banka 7 készen ül, készen áll. Búbos banka 8, a fióka a mi fészkünkben. Jól van, sofőr, indulás. Jó, igen, értettem. Elnézést, szeretnék bemutatkozni, ha megengedik, én vagyok a sofőr, a nevem Percival. Szólítsanak csak Percynek. Csak hadd mondjam el, megtiszteltetés, hogy önnel dolgozhatok, drága alelnök úr. Nagyon kedves. Apropó, akarnak hallani egy jó viccet? Hogy halt meg Walt Disney? Na hogy? Szívroham van? Igen, megijedt egy egértől. Egy egértől, Indulom, jó, mi? Jó. Azt gondolná az ember, hogy... Na mindegy, viszlát, viszlát! Köszönjük Joe-nak a tudósítást. A legjobb limó sofőrök. Hát nem csodás, hogy Los Angeles-i sofőrök dolgoznak. Az én drága fiaim. Az enyém. Valószínűleg ez egy profi sofőr életének nagy lehetősége. Az biztos. Aki jó, az jó. Indulnak a hotel felé. A célszemély a hármas kocsiban. Vettem. Már intézkedtünk. Egy perc türelmet kérünk, alelnök úr. Készen állunk a tömegoszlatásra. Arthur! Arthur! Még mindig áll a belváros forgalma. Arthur! Én azt mondom, akinek nem muszáj, ne induljon el. Friss hírek az alelnöki látogatásról. A tárgyalás... Arthur! Itt szoktam várni, ha beszélni akar velem. Egy csapattüntető valahogy tudomást szerzett a helyszínről, és a Miller konferencia központnál megállították az... Menjen, ha mennie kell, Nick. Remélhetőleg nem kerül sor a kocításra. Nem. Rossz fényt vetne a városra. Andy majd megoldja. Most reméljük a legjobbakat. Remélem. Percy! Percy! Andy vagyok! Nyisd ki! Hello, Andy! Ez hogy kerülsz ide? Nem kell aggódni, nem kell aggódni, semmi baj, ismerem a barátom, minden oké. Hé, mi van? Mi ez a maszkara? Nem fontos. Dumálnom kell az alelnökkel, most rögtön. Oké, nem gond, itt ül hátul meg. Ember, mit csinál? Eresszel a járművet és lépjél hátra. Minden rendben, Melo, Steve, hogy vagy? Bördi. Aha. Mi a helyzet? Ma már jól van? Kik maguk? Mit akarnak? A nevem Andy Cooper. Bernie talán ismeri. Bernie? Bernard. Uram? Mi ez az őrület? Történt valami az este? Szóba került az édesapja, és emiatt nagyon dühös lett. Lehet, hogy hazament? Nem, az apja börtönben van. Ha megtaláljuk, nevelőszülőket kell keresnem neki. Nevelőszülőket? Mm. De... Jaj, ne, Nick, sejtem, mire gondol. Miért ne? Jól megvan velem, nem? Ne, Nick, egy 6 éves gyerek nevelése óriási felelősség. 7 éves. Nem fogja megkapni. Akkor se, ha maga ír rólam egy ajánlást, vagy ilyesmit. Az nem elég, nézze. Nem tudom elképzelni, hogy odaadjanak egy gyereket egy... Egy kinek? Egy limuzin sofőrnek, Nick. Mi olyan szörnyű a sofőrködésben? Semmi, abban semmi rossz nincsen, csak éppen... Ben, bármit megteszek. Nem azért voltam 10 évig mentősofőr, mert pénzt kaptam érte, hanem hogy életeket mentsek. Mondja, hogy mit kell tennem, és én megteszem. Nick, nem rajtam múlik. Tudom, hogy remek apa lenne. Biztosan tudom.
Hey, nektek csak ezen jár az esetek. Arthur! Hová tűntél? Ebben tökéletesen biztos, Bernard? Abszolút, uram. Ne hallgasson rá, uram, ez őrült. A múlt hónapban megesküdött, hogy a Rózsaszín Cicák Klubja a gazdaszövetség női tagozatának felelős. És az is. Meg kell bíznia bennem, uram. Nem tudhatjuk, ki játszik össze velük. És mit javasol, mit tegyünk? Hát, Bernie beül a maga helyére, én szólok a fiúknak, hogy induljanak. Ha készen állsz, add meg a jelet, Percy. Készen állok. Jó. Bocsánat, uram. Éljen Amerika! Hé, te! Nem piszkálod kocsimat? Vlagyi, Andy vagyok. Andy? Miért töltöztél halba? Nem vagyok hal. Én delfin vagyok. Percy, mindjárt jelt ad. Andy? Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Háromra. Kész? Egy, kettő, három! A harmadikban van. De melyik volt az? Érkezett a hír, hogy az alelnök konvoja szétszóródott. A limuzinok elszakadtak egymástól, és különböző irányokba indultak el. Jobb lesz, ha megyek. Jól van, gyere, Arthur, kiszállunk. Hogy ő merre tart. Barátom. A francba. Most tudtuk meg, hogy a Los Angeles-i Venture Limousine az a cég, amely a sofőröket kölcsönözte az alelnök konvojának. Nos, ez esetben úgy tűnik, ők a felelősek a jelenlegi. Ez ugye nem igaz. Hiszen ez a pont nem szerepelt a programban. Az alelnöknek rég a tanástelepen kellene lennie. Szóval Andy nem járt itt? Nem. Ez hihetetlen. Itt kéne már lennie. Menjenek innen, itt nincs tüntetés. Nick, én vagyok az. És miért vagy cápának öltözve? Mi? Ez nem cápa, ez egy delfin. Látod? Bernie meg én tüntetőnek öltöztünk, hogy a konvoj közelébe jussunk. És mi történt az alelnökkel? Itt áll előtted. Alelnök úr, hadd mutassam be Nick Terrinót. Örülök, hogy megismerhetem. Bernie is mindjárt jön a titkos rendőrökkel. Hé! Hey! Mi a lónáta folyik itt? Kik ezek a maskarák, mi? Ha? És mit keresnek itt? Alelnök úr, hadd mutassam be Tony Cavalcantét, a Venture Limousine tulajdonosát. Alelnök úr... Mr. Cavalcante, örülök, hogy találkoztunk. Az emberei káprázatosak. Köszönöm. Köszönöm. Itt van. Minden rendben, uram. Persze, miért ne volna? Uram! Ah! Oh!
Sérült, uram? Nem, jól vagyok. Támadó a földön. Maradj nyugton, Andy. Megsérültél? Így nyomd erősen. Mi baj? Nék, belém lőtt a csajszi? Igen. A francba. Pedig azt hittem, hogy jó vagyok nála. Niki, tényleg olyan rosszul vezetek? Igen. Csak maradj nyugton, ne beszélj. Segítsenek berakni a kocsiba. Kórházi Victorino. Belbelült sérültet hozok, 9 mm-es golyó. A sérült 25 éves, magánál van, de nehezen lélegzik. Igen, Victorino. Igen, 15 perc múlva érkezünk a mentőbejárathoz. Az alelnöknek nincs baja? Semmi baja, Andy. Teljesen jól van. Sikerült. Megcsináltuk Bernie. De megám. Csak ne beszélj. Jó, nem kell beszélni, oké? Okay? Reménytelen. Teljesen képtelen befogni a száját. Mi a helyzet hátul? Oké. Tapos bele, oké? Ne merj meghalni. Megértette? Nehéz gúlya bátyám a legjobb sofőr a városban. Testvérek vagytok? Aha. Én vagyok a szebb és az okosabb. Meg az idősebb. És jobban vezet. Minden készen áll, Terrino, jöhetnek? Vettem. Kösz. Andy. Andy. Hogy érzed magad? Hello. A doki azt mondta, csak szémulálsz. Pontosan 48 órán belül hazazavarnak innen. Nos, hogy van a páciens? Remekül. Örülök, hogy ezt hallom, Andy. Tudja a nevem. Andy, a titkosszolgálat felgöngyölítette az egész ügyet. Terry is meglett. Ja, hogy vagy, haver? Hello, Terry. Ó, mi van? Búcsú buli, vagy mi a túró? Aha. Na és a pipi, aki meglőtt? Kiderült, hogy egy rózsaszín cica. Tényleg? Mm-hmm. Szerinted tetszem neki? Bernard, szép munka volt. Köszönöm. Mondanom sem kell, hogy újra titkos rendőr. Mindig is az voltam. És ön? Az adósa vagyok. Hát ez megtiszteltetés. A személyes mentőszolgálatom új sofőrt keres. Hát ez megtisztelő ajánlat, alelnök úr, de ezen még gondolkoznom kell. Amennyit csak akar, a kapu nyitva áll ön előtt. Nagyon köszönöm, alelnök úr. Viszlát. Én szeretném megköszönni, alelnök úr, azt a sok szépet, amit a cégünkről mondott a televízió. Nagyon szívesen, Tony. Úgy hallom, golfozik. Igen. Kapunk szabad pályát? Biztos vagyok benne. Jöjjön, ne húzzuk az időt. Uram, atyám. Valami baj van. Arthurral. Hol van a kis öreg? Azt hittem, őt is elhozza. Beköltözött az ideiglenes nevelőszülőkhöz. Micsoda? Nick, csak ideiglenes, amíg örökbefogadó szülőket találunk neki. Tudom. Csak azt reméltem, egy kis időt még vele tölthetek. Tudom. Fogunk. Igen. De nem tudta elfordítani a kulcsot. Előre nyúltam, és akkor rögtön beindult. Ja, persze. Te mentetted meg az Egyesült Államok alelnökét. Hát, nagy részét a fiúk csinálták, de segítettem. Hogyne, hát persze, te hazudós. Ez az igazság. Hello, Arthur. Hello, Cindy. Holnap akkor elmeséled nekem az egész alelnökös történetet. Te elhiszed? Persze, hogy el. Akkor igen, akkor elmesélem. Jó. Szia, Arthur! Szia, Arthur! Hello, fiúk! Szia, Arthur! Gyere, ugorj be! Küldetést teljesítünk az alelnöknél, jössz? Oké. Akkor holnap. Szia! Mi lesz az a küldetés? Talán egy kicsit túloztam. Tulajdonképpen csak meglátogatjuk Andyt. Hol van Andy?
meséled el soha, hogy mit csinált Andy meg az a szép néni a medencében? Mert nem tudom. Azt mondták majd, ha nagyobb leszek. Nagyon tetszik ez a történet, olyan romantikus. Szerintem is. Mi a romantikus? Nick! Lancelot volt bátor és romantikus lovag. Gyerünk, új kalandra fel, küldetésre, felvonóhidat, kössük be a lovakat. Srácok, hova akasztam ezt a pinyátát, hm? Segítenétek? Igen! Gyere, Cindy! Oké, futás! Futás! Befelé! Ó, és... Igen, mondja szép hölgyem. Sir Lancelot megtenni, hogy kint hagyja a páncélját és a fegyvereit? Bármit, Guinevra, bármit megteszek. Szép hölgyemért. Pisilni kell. Csapó! Ha ez így megy tovább, meg kell keresnünk a nyugtatóját. Bernie! Bernie! Forog! Mondj már valamit, Nick! Nick! Nick, de szép neved van! Nem korofálkoztál? Jól van, de bármikor bejöhet, gondolja meg. Nagyon köszönöm. Én köszönöm. Ez egy seggfej. Beléd is. Jó, de akkor hol az alelnök? Itt áll! Ahó! Alelnök úr, itt áll! Nagyon örvendek, Nick. Mr. Cavalcante, örülök, hogy találkoztunk. Az emberei káprázatosak. Köszönöm, uram, köszönöm. És hol a puszim? Azok a fickók tele voltak fegyverrel. Na, ez még egyszer. Szerintem is. Magasságoség. Hé, Arthur, indulhatunk? Persze. Lecsúszott a slitzed. Kapd el, Alex! Arthurnak hívják Greg. Ó, a francba! Áj, fiúk! Játszunk inkább egy közös pókert. Oké. Okay. Jó. Kezdjétek! Magyar hangok. Kőszegi Ákos, Tóth Roland, Cető Ádám, Vári Attila, Varga T. József, Solecki Anka, Albert Péter, Bolla Róbert. Magyar szöveg Mester Ági, hangmérnök Csíh Németh Bálint, vágó Baja Gábor, gyártásvezető Németh Tamás, szinkronrendező Kis Lajos. A Szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.